Vannak egyértelműen olyan példák, amikor papok vagy lelkészek a szószékről buzdították a híveket arra, hogy hová tegyék az X-et. Tartanak attól, hogyha valami olyat mondanak, ami túlságosan kritikus, annak negatív következményeik vannak arra nézve, hogy a jövő évben hány templom lesz felújítva. Azért az is látszik, hogy ennek a keresztény politikának megvannak a korlátai. Hozsanna, mi atyánk, áldozás és olykor egy csipet politika. Sok kritika éri a keresztény egyházakat a politikai befolyásoltságuk miatt. Itt a közpénzből kitömött egyház politizál. Templomba be nem teszem a lábam, mehetnék pártrendezvényre is. Közben azt látjuk, hogy csökken a hívek száma, de van ennek köze a politikához? Ennek jártunk utána az zajszűrőben. A 2022-es népszámlálás szerint 10 év alatt több mint 1,3 millióval csökkent a történelmi egyházak híveinek száma Magyarországon. Most először kerültek többségbe a nem vallásosak a teljes népességen belül. Közben 2010 óta többszörösére nőttek az egyházaknak kifizetett állami támogatások. A kormány kommunikációjában pedig kiemelt szerepet kapnak a keresztény értékek. Miért és kik fordulnak el mégis az egyházaktól? Erről Rosta Gergely vallásszociológust kérdeztem. A vallásosak körében még mindig az átlagnál nagyobb arányban vannak jelen az idősek, vidékiek, kis faluban élők, az alacsonyabb iskolai végzettségűek. Van egy ilyen társadalmi demográfiai hasonlóság a Fidesz szavazói és a vallásosak között, ugyanakkor a valamilyen vallási felekezethez tartozó csökkenése az éppen a községekben volt a legnagyobb mértékű. Itt nőtt a legnagyobb arányban a nem válaszolás 2011 óta. A népszámláláson a kitöltők több mint 40%-a nem válaszolt a vallásra vonatkozó kérdésre. A válaszolók közül 28%-kal kevesebben vallották magukat római katolikusnak, mint 2011-ben. A reformátusoknál és az evangélikusoknál 17-17%-os a csökkenés. A statisztikát rendesen arcon vágta a Fidesz álkeresztény hamis prédikációja is. Ugyanezt csinálja nemzeti érzelmünkkel. Egy részünk már hitét és nemzeti érzelmét is elveszítette. Egy belülálló számára talán természetesebbnek tűnhet, könnyebben elfogadható, vagy éppen támogathatónak is tűnhet, hogy a saját egyháza egy olyan politikai erőhöz áll közel, amelyik a kereszténységet különböző módokon támogatja. Az látszik, hogy a politika mentén egyre erőteljesebben polarizálódik a magyar társadalom. Ez a szembeállás, ez egyre több téren megjelenik. Az egyik ilyen törésvonal a vallásosság lett. A politika a keresztény értékrendet hangoztatja, míg az alaptörvényt is erre lapozták. És a migrációs politikában is a kereszténység védőbástyájának nevezték Magyarországot. De mennyire politikai termék ez, és mennyire képviselik a keresztény értékeket a gyakorlatban? Szerintem Krisztus ül egy sarokban, és fogja a fejét, hogy mihez kezdjen ezekkel a farizeusokkal. Azért az is látszik, hogy ennek a keresztény politikának megvannak a korlátai. És a korlátai az én érzékeléseim szerint ott vannak, ahol ezzel a politikával szavazókat lehet, sok szavazót veszteni. Tehát azt hiszem, hogyha itt beterjesztenének egy hasonlóan szigorú abortuszszabályozás Magyarországon, mint Lengyelországban, az elég sokat rontana a Fidesz-KDNP-nek a népszerűségén. És emiatt ez nem is történik meg. Nem hiszem, hogy csak is kizárólag egy politikai termék a számukra a kereszténység. Ugyanakkor, hogyha ütköznek politikai és vallási szempontú érdekek, akkor egy politikai párt számára is a Fidesz nyilvánvalóan egy politikai párt, az előbbiek a fontosabbak. Ilyen volt például a vasárnapi boltzár is, amit a KDNP javaslatára vezettek be 2015-ben. De végül egy év után eltörölték a jogszabályt, mert túl népszerűtlen volt. Nincs gusztustalanabb, mint a hitet a politika fegyverévé degradálni, és Istenre hivatkozva hazudozni, megosztani, úszítani, gyűlöletet kelteni. Egyértelmű, hogy sokak számára visszatetszést kelt, hogy politikusok kereszténység nevében nyilvánulnak meg, és ezzel kapcsolatban kevés kritika vagy visszautasítás érkezik az egyházaktól. Én inkább azt érzem, hogy az egyház nem szólal meg olyan politikai kérdésekben, vagy olyan társadalmi politikai kérdésekben, legyen az például a migrációs válság, ahol esetleg kényes álláspontot vagy esetleg kormány álláspontjával ellentétes nézetet kellene képviselnie. Ebben látom a hallgatólagos támogatást sokszor. Biztos benne lehet az is, hogy tartanak attól, hogyha valami olyat mondanak, ami túlságosan kritikus, annak esetleg negatív következményeik vannak arra nézve, hogy a jövő évben hány templom lesz felújítva.
Tehát ezeket a kényes témákat inkább kerülik az egyházi képviselők. De miről beszélnek akkor, amikor megszólalnak? Debrecenben a karácsonyi éjféli misén a pap a csokot reklámozta. Akkor voltam utoljára. Érdemes megkülönböztetni azt, amikor egy pap arra búzít, hogy hova szavazzunk, vagy arra búzít, hogy vegyük fel a csokot. Persze a csok az a kormány politikájának egy fontos pillére. A kormány népesedés politikai céljai azok gyakran egybeesnek azzal, amiket egyébként az egyházak is tanítanak. Vannak egyértelműen olyan példák, amiket föl lehet sorolni, főleg választási kampányokból, amikor papok vagy lelkészek a szószékről buzdították a híveket arra, hogy hová tegyék az X-et. Sajnos a templomba járástól elszoktam. Édesapámra emlékeztünk, mikor az atya a jelenlévők felé, ugye tudják vasárnap hova kell húzni az X-et. De biztos, hogy mindenki oda húzza az X-et, aki templomba jár? A kormány minden esetre elég bőkezű volt a történelmi egyházakkal. Költségvetési pénzek, felújított templomok, ingyenesen átengedett ingatlanok. És többletfeladatokat is kaptak, például az oktatás területén. 2010 és 2020 között az egyházi óvodák és iskolák száma is megduplázódott, és most már például minden negyedik középfokú intézmény egyházi fenntartású. 90 előtt a hitoktatás kényszerűkokból a plébániákban, az egyházi közösségekben, a lelkészi hivatalokban történt, nem volt lehetőség iskolai hittanra. Ez azt is jelentette, hogy aki hittanra járt, az automatikusan kapcsolatba került a helyi vallási közösséggel, automatikusan bekapcsolódott a közösség életébe, azáltal, hogy a hitoktatás gyakorlatilag teljes mértékben áttevődött az iskolákba, ezáltal ez az automatikus kapcsolódás szűnt meg. És lehet, hogy 12-es koráig valaki részt vesz az iskolai hittanban, de hogy utána nehezebben fog visszatalálni, vagy odatalálni abba az egyházi közösségbe. Én járok templomba is, tele van fiatalokkal, de sokkal kritikusabbak, mint az elődeink. Nem a vallás az, ami nem tudja érdekelni a fiatalokat, hanem a papság nem tudja megszólítani őket. A világban nem csökken a vallásosok száma. A világban egyértelműen nő, aminek demográfiai okai vannak. Csak éppen nem Európáról beszélünk, hanem Afrikáról és Ázsiáról. Olyan Nyugat-Európában, főleg az egyházias vallásosság terén egy csökkenés tapasztalható, de a trendek itt is, ahogy a népszámlálás is mutatja, hasonlóan lefelé mutatóak. Én nem látom egyelőre azt a trendfordulót, hogy itt 10-20-30 év múlva sokkal nagyobb arányban lesznek egyházhoz kötődően vallásos emberek. Ehhez túl nagyok a generációs különbségek. Hogy ez egyház és politika viszonyára mit vetít elő, azt nehéz megjósolni. Két lehetőség van, vagy az, hogy akkor is elmegyünk Bicskéig, csak azért is megpróbáljuk, mert ez a szép kihívás. A másik lehetőség az, hogy nem biztos, hogy erre megéri annyi pénzt fordítani. Hiába kaptok hát a történelmi egyházak jelentős támogatásokat, soha nem látott módon csökkent a híveik száma. A kötelezően választható iskolai hitoktatás bevezetése sem hozta meg a várt eredményeket, és a kormány keresztény narratívája is inkább ellentétes hatást váltott ki. Az egyházak hitelességén talán az javíthatna, ha kényes társadalmi kérdésekben is megszólalnának. Te mit gondolsz a politika és az egyház kapcsolatáról? Írd meg nekünk kommentben. Ha pedig tetszett a videó, iratkozz fel YouTube csatornánkra és kövess minket Facebookon.